Szevasztok gyerekek, ma ellátogatott hozzám a Sometimes Magic. Csokolom. Szóval ma egészen pontosan nem tudom, mit fogunk csinálni. Egy biztos, hogy a srác nagy mágus, nagy varázsló. Van egy YouTube csatornája is egyébként, a Sometimes Magic, ha nem találtátok volna ki. Ott mindenképpen kukkantsatok fel arra a csatornára, ugyanis oda is feltöltenek majd egy behind the scenes videót erről a videóról, meg nem tudom még miről. Nem is pofázok, inkább átadom a szót a nagy mágusnak. Nézzük. 5 darab trükköt hoztam ma neked, és az elsővel is kezdeném. Az lenne a lényeg, hogy megfogom ezt a kendőt, és így belenyomom így az öklömbe, nyom bele, tehetjét szíves a végét. Jó, tehát így belenyomom az öklömbe, és fúj rá, ráfújsz, és eltűnik ez az egész. De most ugye, ha megfogom, és ide csettintek egyet, akkor varázslatos módon újra megjelenik. Na most ezt nagyon-nagyon érdekes dolgon lehet csinálni, azt csinálni, hogy megfogom. Bekönnyeztem ember, várjál már egy kicsit. Várjál, szóval megfogom újra, és újra beletömködöm, és félig, most eljössz újra. Várjál. Nagyon fasza. Tökéletesen tömködsz, és figyelj, fúj rá. És megint eltünk. Na most figyelj. Többfajta dolgot lehet egy ilyen nem művelni. Az a lényeg, hogy most átváltozhatatom a kendő színét, vagy megmaradhat ugyanez a színe a kendőre. Akkor legyen másmilyen színű. Legyen másmilyen? Legyen mondjuk fekete? Fekete az megfelel, nem? Kék? Fekete? Fekete legyen is fekete. Jó. Jó, legyen fekete. Legyen fekete. Légy, na, legyen fekete. És ez megjelenik, ez a fekete genya, és zsebemben, figyelj, megjelenik. Itt van. Itt megjelent. Na most, akkor nyújtsd ki előre így a kezed, mindkettőt. Ebbe belerakom, és megfogom ezt. És így rárakom, hogy kiveszem a kezemet, te meg így szorítsd össze. Úgy, figyelj, na. Igazi varázslatot fogsz te fogsz most véghez vinni, jó? Tehát most arra kérlek, hogy koncentrálj arra, hogy eltűnjön onnan a kendő. Várj, azért nem koncentrálj, lesz koncentrálj. Okay. Arra koncentrálj csak, hogy eltűnjön a kendő, már nincs is ott. Benne van? Be kell csukjam a szellem? Hát csukjad nekem, aztán annyira mindegy. Hát én rendben nagyon érzem, hogy ott van a kezemben. Azt mondod? Na. Rá gondoltam. Jó, most akkor most én is. Jó, szerintem el van tűnve, nézd meg, és eltűnt a kendő. Nézd ki. Picsába. Mi a szarom? Hát én úgy gondolom, hogy a gondolatnak teremtő ereje van, és milyen mocskos fantáziád van már nem azért. Tehát én meg azt hittem, hogy most el fog tűnni, meg mondom, mi van, hogy ez én cimatsz. Ó, Istenem, pedig előbb eltűntetted össze, és szartam magam, és azóta könnyezik a szemem, mióta, hogy te eltűntetted azt a piros kendőt. Következőnek te fogsz igazából megint mindent csinálni, mert én nem fogok működni, csak irányítani fogod a kezemet. Van nálam egy ilyen fa tákolmány, igazából az elég, hogy benne van egy szög, benne áll egy szög, és ezt most szépen megfogom. Ide mutasd meg! Benne áll egy szög, ebben a fa tákolmányban, és szépen megfogom, és hogyha ügyes vagyok, akkor bele tudom rakni. Ez csak nem ütném át a kezemet. Dehogy nem, hogy ne az ugye. Hát igazából figyelj, és megfogom, és most igazából azt kell csinálni, hogy így megkavarom. Fogalmam sincs, hogy melyik darab. Nem tudom, te követted amúgy, hogy melyik darab? Nem, már felejtettem, oda figyeltem pont egy percre, és elment a tekintet. Ja, így van, és akkor mondjuk így éppen lehetem sorba az összeset. És akkor én most, hát bekötném a szememet, de szóval bekötöm a szememet, kinyújtom így, nem látok semmit, esküm. Tényleg nem látok. Szóval így kinyújtom így előre az egyik kezemet. Elvettétek az acskókat? Hogy ne. Azt hittem. Kinyújtom előre a kezemet, és te mozgasd a kezemet az egyik zacskó felé, amelyiket úgy érzed, hogy nincsen benne a szög. Ja, hogy egyikben nincsen szög? Hát, hogy melyikben nincsen. Hát egyben van benne a szög a négyből, és mozgasd felé a zacskó felé a kezemet, amelyikben szerinted nincs benne a szög. Ebben szerinted nincs benne? Ez? Jó, figyelj, akkor az a kezed. Így, figyelj, jó. Így van, és figyelj, háromra legyomom, jó? Várjál, ez kicsit lészült. Mert? Azt az ember alá, inkább a te kezedet, csak így, is mondom. Így biztos, mert? Nem, mert az enyém lesz a... Háromra legyomom, jó? Egy, kettő, három. Ez faszom, mert ebben nem volt, nem? Volt benne? Nem. Jó. Én nem tudom, hogy így most a közétébe jutom. Akkor most válasz ki még egyet, amelyikben szerinted nincsen benne a szög. És így mozgass felé a kezemet. Ebben szerintem nincs benne, jó, figyelj.
Mindegy, és akkor most 50-50 vagy benne, vagy nincsen, vagy Lukács kezd lesz a kezed, vagy nincs, nem? Tehát most meglátjuk, jó? Háromra lenyom, jó? Jó, nem jön már! Kettő! Igen, beleállt! Igen? Nem. De beleállt tényleg. Úgyhogy most minden igaz, az anyád, és minden igaz, akkor ebben van benne a... Hol van? Ebben van benne a... Ugye nem tudom, hogy mennyire fogtad fel, hogy tökre átszúrhatta volna ez a kezedet, és tényleg éles. Úgy gondolom, hogy egy ilyen jó, ilyen, hát ilyen bűvész... Na Istenem, ezzel úgyis valamint mehet, igen? Ilyen bűvész egy jó, ilyen varázslós műsorból nem maradhat ki sohasem a kártyatrükk. Na most. Van nálam két csomag kártya, választ ki az egyiket, amelyikkel mi úgy gondolod, hogy csináljuk. Jó, jó. Akkor ezt meg fogom, és rakd rá a kezedet, légy szíves. Jó? És ott van végig. Ja igen, hogy így látszódjon. És ebből kiveszem, és megfogom a csomagot, és arra kérlek meg, hogy állíts meg valahol. Így le fogom így pörgetni, és valahol állíts meg, jó? Mi, hogy mondjam, hogy stop? Hát mondd, hogy stop, mondjuk. Vagy jó. Egy állj, vagy valami. Stop! Jó, akkor jegyezd meg ezt a kártyát, nem nézek oda. Aha, és mutasd meg a kamerának, meg ilyenek. És ha kész vagyok, akkor te vissza. Én is meg kellett, hogy jegyezzem, igen. Na majd visszanézzük, ha nem jó, figyelj. Megfogom, és ebbe belerakom a kártyát. Na most. Koncentrálj, na, most nem, ne koncentrálj, mert az előbb se sikerült a bugyissa. Szóval... Megfogom a kártyát, amit választottál, kiveszem a papírból, és itt van a kezembe, látod? Nem. Jó, oké. Itt van a kezembe, és megfogom, és megfordítom, és berakom abba. Most vedd ki abba a kártyákat, és nézd meg, hogy megvan-e benne fordulva valami, reméljük. Mi van? És akkor nézem végig? Aha. Ja, bocs, majdnem ellapoztam. De most azért nem kamu, mert választottam volna a másik paklit is, azt hiszem. Ja. Ha csak nem, az összes... Mi ez? Pik 4-es? Kör. Kár. Ja, káru. Tehát... Különböző az összes. És tényleg... Hogy nem, figyelj, de miért? Aj, ember, hát kire... Fú, nincs egy szőröm, az a baj, különben mutatnám. Ezt még lehet fokozni, annyival, hogy gondolj egyetlen egy kártyára. Ami francia kártya. Jó, megvan. Jó, akkor mutasd meg a gondolkodára. És akkor tedd ide ki. Na most én tegnap... Most kitalálod, hogy mire gondoltam? Igen. Kösz. Erre gondoltál? Igen. Hallod? Ez... Na, szóval én tegnap megfordítottam egyetlen egy kártyát ebben a pakliban. Egyet megfordítottam tegnap. Te a treffhetes választottad. Választottál volna 52 kártya közül 52 másik kártyát is. Figyelj, nem tudom mennyire vele annyira látszódik. Valami, tényleg egy kicsit így erre. Nézd, megy meg van benne fordulva. Aj, de mi már hogy az? De miért az? Hát honnan tetted át oda, vagy... Aj! Istenem! Fúj ben! Ti most őszintén láttátok, hogy átfordította itt előttem valamikor, amikor nem figyeltem? Nem fordítgatok semmit. Ez varázslat. Húz egyetlen egy kártyát, bármelyiket a sok közül mondjuk azt. Ne! Nincs egy viccel, húzunk után. Nem nézik? Jó, nem nézek. Megvan? Aha. Jó. Állíts meg valahol. Most? Aha. Jó, lassan csinálom, lassan elemelem, mint az előbb. És tedd ide a kártyát. Tedd ide. Szép, megfogom és lassan rárakom. Na most, ha minden igaz, ilyen varázsizi, meg stb. Kell, annyira nagyon nem, tehát fölösleg... Ja. És hogyha most minden igaz, akkor megvan valami változva az egészben. Van egy kék kártyánk. Mi volt a kártya? Fekete volt, négyes volt, és nem tudom a nevét.
A lóhere volt, vagy a, vagy az, az a szív? Izé. A levél? A szív. A szív. A levél? Jó. Négyes, szív, négyes. Vagy, vagy pik, piknek hívják. Most megfogom, visszafordítottam, ide lerakom, tedd rá a kezedet. De várjál már ember, hát ezek még pirosak voltak a kártyák, ez meg mi lett izé, hogy hogy találtad meg? Várjál, hát várjál, te meg csak így nyugodtan mondja, hogy izéjek, menjünk tovább, meg ilyenek, én hát meg össze-vissza szarom magam éppen magam, és akkor én meg csak így megy tovább. Kösz, apukám, kösz, mehet. Állíts meg valahol, bárhol. Most! Ezt, ezt igyezd meg, nem nézek oda. Igen. Látja a kamera? Igen, látja. Jó, visszarakhatom? Igen. De visszarakom. És. Most minden igaz, csekkintek még egyet, megint megvan benne egy kártya változva. Megint meg lesz beszarsz, mi? Aha. Most én szarok be, mert nincsen. Furva. Élet? Várjál. Egy jó varázslónak. Mindig van egy B-terve. És figyelj. Képzeld el, hogy megfogom, kiveszem a kártyádat és itt van a kezemben. És képzeld el, hogy megfogom és berakom a tenyered alá. Nézd meg azt a kártyát. Az volt? Na jó. Ember! Hát, a ver a libabőr! Na gyerekek, ennyi volt ez a trükközés, hogy ha még szeretnétek ilyen szivatásokat látni, akkor mindenképpen nézzétek meg a csatornájukat. És hát nekem nagyon tetszett, komolyan mondom. Esküszöm, én beszartam, beugyasztam. Őszintén. Nem jöttem rá semmire. Nem? Érezzük az a baj, érezzük. Ja, jó, kösz. Na mindegy, szóval gyerekek, ennyi volt ez a videó. Remélem, hogy tetszett. Ha tetszett, mindenképpen nyomjatok rá egy nagyon nagy lájkot, és ha még nem vagytok feliratkozva, akkor iratkozzatok fel, és hát további szép napot kívánunk nektek. Sziasztok! Szevasztok.